A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabb módon ellenzi, hogy a felnőtt és gyermekkorban mesterséges immunizálási céllal beadott, hagyományos úton előállított oltásokat a kísérleti fázisban lévő mRNA-s technológiával gyártott oltásokra cseréljék le. Ez elképesztő kockázatot rejt magában, és ez elfogadhatatlan. A mai napig a világon élő mintegy 8 milliárd emberből 5,5 milliárd ember kapott eddig több mint 13 milliárd adag koronavírus elleni oltást, aminek 60-80%-a ez országtól függő, az új típusú mRNA-s oltóanyag volt. Én bátran kimerem jelenteni azt, hogy a globális emberkísérlet első fázisa gyönyörűen lezajlott. A hatóanyag visszavonhatatlanul benne van az emberek szervezetében, lefedve a teljes korosztályt és mindkét nemet. Most tulajdonképpen nincs más hátra, mint várni egy emberöltőnyi időt, mondjuk legalább 25 évet, hogy megvizsgáljuk, milyen hatással van az mRNA-s alapú oltóanyag a várható élettartamra, az agyvérzéses, a szívinfarktusos, az autoimmun, a gyulladásos és az allergiás betegségekre, ráadásul a rákos megbetegedések számára, a vese és cukorbetegségek és a meddőség gyakoriságának változására, és ami a legjobban aggasztóan hat még, hogy a most beoltott gyermekek biológiai és nemi érésére milyen folyamatban van, és azok szaporodás képességére és gyermek nemző képességére hogyan hat. És még sorolhatnánk. Az állatkísérletekből tudjuk, hogy az mRNA-s alapú vakcina átprogramozza az immunrendszerünket. Ezért átadhatóvá válik az utódok számára. Ezt jó lenne, hogyha mindenki jól a fejébe vésné. Világszerte megfigyelték, hogy jelentősen nőtt a szívbetegséggel összeköthető halálesetek száma az mRNA-s alapú COVID-oltások beadását követő 28 napon belül. Nem véletlen, hogy Dániában, Svédországban már nem kaphatják meg tavaly ősz óta a gyerekek és a fiatalok a COVID-19 elleni oltást. De sőt, sem Svédországban, sem Dániában, sem az USA-ban, Floridában nem ajánlják az mRNA-s alapú COVID-oltások beadását az 50 év alatti korosztály számára. Jól tudjuk, a napnál is világosabb, hogy az oltás biznisz az egyik legjövedelmezőbb, legnagyobb üzlet lett a világon. Elképesztő méretű haszonnal, profittal rendelkeznek az oltóanyaggyártó biotechnológiai cégek. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen olyan párt, amelyik nem részegül meg, nem szédül meg hatalmas pénzek hallatán, mert számunkra a legfontosabb az emberi élet, az egészség és a jövőnk. A Mi Hazánk mozgalom szigorúan, tudományos alapon és objektíven kezeli ezt a kérdést. És hogyha már itt tartunk, ha már átverve érezhetjük magunkat, vagy legalábbis belekényszerítettek bennünket ebbe a globális emberkísérletbe, akkor legalább legyünk már szakszerűek. Várjuk meg a hatás kifejlődését. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt kéri, javasolja és követeli, hogy minden olyan jelenlegi és tervezett mRNA-s alapú oltások beadását függesszük fel legalább a kísérlet végéig, 25 évig. Köszönöm szépen!